Egy-két hónappal ezelőtt ígértem néhány React-ben megvalósítható játékot. Most az egyik tanulónk egy portfólió munkáját fogom bemutatni, ahol is egy React memória játék a portfólió projektnek a témája, és itt látszik, hogy különböző képeket kell összepárosítani, és így kell a 12 képből kiválasztani, hogy hol vannak a párok. És ezt a tanulónk React-ben oldotta meg. Zsoltaiak a Programozáskarrier.hu-tól, ha szeretnél hasonló programokat fejleszteni, mint például ez a memória játék, és megérteni, hogy hogy működik a szoftverfejlesztés, akkor mindenképp iratkozz fel a csatornára, és tegyél egy lájkot like erre a videóra, ha úgy gondolod, hogy érdemes terjeszteni ezt az üzenetet. A Krisztina az egyik tanulónk beküldött nagyjából egy hónappal ezelőtt, a felvételhez képest egy hónappal ezelőtt, egy portfólió munkát, amelyet én egyébként jónak találtam, olyan értelemben, hogy a kód rendben volt, itt van a dokumentáció, a program működik, úgyhogy tényleg egy <coughs> szuper alkalmazás lett. Itt technológia szempontból nem túl bonyolult olyan értelemben, hogy itt csak React van, tehát ilyen React komponenseket látunk, és nem bonyolítottuk túl például kontextussal, vagy redux vagy bármi egyébben, mert a programnak a mérete ezt nem indokolja. Ugyanakkor Gyakorlatilag szénné lett tesztelve ez a program, mert nyilván fejlesztés közben arra figyeltem, hogy mi történik, ha megnyomunk egy gombot, tehát itt például ezt az egyik képet megnézzük, és utána megnyomom a restart gombot. Mi történik, ha miközben egy második, második képre kattintunk, és utána rögtön a harmadikra, látod most próbáltam kattintani, nem engedte. Korábban ezt nyilván engedte az első változatban. Én ilyen dolgokra nagyon figyelek, hogy robosztus jó legyen a program, mert ha nem robosztus, akkor nyilván van egy olyan probléma, hogy különböző hibákat, ha egy leendő munkaadó meglát például, akkor, és felfedezi, akkor elgondolkozik azon, hogy biztos, hogy jó lehet ez a nem csak ez a program, hanem a program írója, tényleg megfelelően fog tudni nálam dolgozni. Tehát nyilván nem mindenki teszteli ide a programodat, de azért azért mindenképp fontos erre figyelni. Na oké, okay. akkor itt már is, már is láttunk egy-két képet, és most nyilván nem az a cél, hogy profi módon megfejtsük ezt a memória játékot, most úgy annyira nem is figyelek oda, hogy hol vannak az egyes képek. Előbb-utóbb csak megtanulom, nyilván. Hol volt ez a kávé? az valahol itt volt, ha minden igaz. Bemutatom, hogy mi történik akkor, ha megnyerjük a játékot. Tulajdonképpen annyi, hogy congratulations you won, és egy perc 22 másodpercig sikerült. A 22 másod, 1 perc 22 másodperc alatt sikerült megoldani. Ahhoz viszont, hogy újra kezdjük a játékot, a restart gombot kell megnyomni. Ezt, en, ezt egyébként én meg is kérdeztem, hogy miért van az, hogy hogy uh, miután bezártuk azt, hogy egy perc, 22 másodperc volt, utána még egyszer meg kell nyomni a restartot, hát ennek az az oka, hogy akkor indul csak újra a számláló. És akkor nyilván újra lehet uh, számolni a dolgokat, és látszik, hogy itt van egy kis várakozás, ezt a uh, set time által nagyon jól meg lehet oldani, hogy miután az első kettőt felfordítottam, utána rögtön kattintottam volna a harmadikra, de nem engedte a kattintást egy kis ideig, ez szándékosan van így. Mert különben meg lehetett volna dolgokat nézni. És ha újraindítom a játékot, na itt viszont láttuk, hogy egy pillanatra megjelentek ezek az elemek. Tehát, ha visszatekernéd, akkor látod, hogy itt azért vannak. ez, ez egy kisebb probléma. Mindjárt bemutatom újra. Tehát itt van ez a két elem. Megnyomom a Restart gombot, és akkor koncentrálj erre a két elemre. Jó? 3, 2, 1, kész. Tehát itt egy koffis bögre van itt pedig egy zöld táj. Itt a kafis bögre, ez pedig a zöld táj vízeséssel. Látod? Tehát ez egy kisebb probléma a programmal, de legyen ez a legnagyobb probléma, amit találtam, tehát ez, ez gyakorlatilag, gyakorlatilag lényegtelen. De nyilván az állapotkezelésben van benne, hogy akkor kapja meg az állapotot a program, amikor a restart gombot megnyomod, de akkor utána még vissza kell fordítani az, az, a fent lévő elemeket. Tehát itt ezért történt ez az időbeliségi kicsi anomália. De ez nyilván nem oszt-nem szoros, tehát <coughs> egy portfólió projektnek ettől függetlenül ez még bőven elfogadható, és a játékélmény sem rontja nagyon. Oké, okay, akkor nézzük meg, hogy mi történik itt a React memory game-ben. Tehát az első dolog, amit fontos nézni, hogy itt a hostolás GitHub Pages-en van. Tehát te is meg tudod tenni, hogy csinálsz egy GitHub accountot, és GitHub Pages-re feltöltöd a programodat, méghozzá a GH kötőjel Pages Node vagy NPM csomag segítségével. Ezt egyébként mi tanuljuk is, ez azért jó, mert amíg csak kliens oldali alkalmazásaid vannak, addig az éles beállítás, a deployment az megvan oldva úgy, hogy a, hogy a, a GitHub io használjuk. És nyilván, ha több ilyen programod van, azt is meg tudod tenni, mert azt is megteheted, hogy a főoldaladon egy projekt van, és utána e ezen a URL-en keresztül egy teljesen másik projekt van. És ö, ezek két külön GitHub repository vannak, és ez külön nagyon jó. Hogy így meg tudod osztani akár a leendő munkadóiddal és a programot, annyi, hogy GitHubot beteszed az önéletrajzodba, esetleg felsorolod a programokat, és a, fontos, hogy a GitHubban itt rögtön a readme.md-ben benne legyen a link. Benne lehet máshol is, de az a, fontos, hogy lássák, ki tudják próbálni az emberek, hogy miről van szó, hogy képes voltál megcsinálni egy ilyen programot. Ugye ez nem árulok el titkot, hogy nem egy szenior fejlesztő, akit interjúztattam, nem lett volna képes ennek a programnak az önálló megírására. És akkor itt pedig nagyon sokan vitatkoznak azzal, hogy most én csak nekem csak gépészmérnöki diplomám van, nekem csak ilyen diplomám, olyan diplomám, nem tudok öt nyelvet, nem tudok három programnyelvet, nincs 20 év tapasztalatom, van-e keresni valam a szakmában. Erről van is, voltak is videók, ugye? Ez na nagyon sokakban benne van ez a félelem. Én mondom, hogy amit én látok az iparban most 2021-ben, az nagyon durva. Olyan értelemben, hogy nagyon sok szoftverfejlesztő azt se tudja, hogy mit csinál, és mégis munkaerőhiány van. Tehát jelentkeznek, és nem tudjuk őket felvenni, de már nagyon kellene valaki, a, valaki, aki meg tudja végre oldani a problémákat. És itt jössz te a képbe, ha van kompetenciád, azt tudsz az embereknek ajánlani, a munkadóknak, akkor előbb-utóbb megtalálod a helyed. Mert ha egy ilyen programot meg tudsz írni, és néhány ennél bonyolultabb programot is, esetleg szervert is tudsz hozzáérni, vagy API-lekérdezést tudsz írni, és ez mind ott van a GitHubodban. Ezen kívül azt látja a lendő munkad, hogy az utóbbi fél évedet aktív programozással töltötted, mert ott van egy csomó commit. Egy itt zöldel világítanak a különböző napoknál a commitok, -ok, hogy ma is dolgoztam egy kicsit a programjaimban, ma is, ma is, ma is gyakoroltam akkor mit gondolsz, mi lesz az eredménye? Milyen papírra van még pluszba szükséged ahhoz, hogy egy, akár egy junior fejlesztői állás, vagy egy sima szoftverfejlesztői állás betölts, ha a munkaadónak szüksége van egy szoftverfejlesztőre? Szerintem semmire. Nagyon sok helyen. Nem mindenhol, mert van, ahol ragaszkodnak a diplomához, de van, ahol meg nem, és neked meg akkor ezt kell megtalálnod, ha nincs diplomád. Ha meg van, akkor örülj neki, és akkor ott is pályázhatsz, ahol diplomát kérnek. De egyébként, ahol diplomát kérnek, lehet, hogy ott se kötelező, csak kiírják. De ez ne tántorítson el attól, hogy kiderítsd az igazságot, és elmenj jelentkezni. Tehát ez nagyon fontos. Oké, nézzük magát a programot. Nyilván van egy Package.json file, és ebben a Package.json-ben ezt tanuljuk, is a Karrierváltó programban, hogy hogy működnek a dolgok. Itt vannak ilyen különböző komponenskönyvtárak, hogy a Material UI-t használta Kristina nagyon helyes egyébként. Ez egyébként összességében egy-két egy dolog a Create React ből jön, tehát nem saj, nem minden saját döntés, például a Testing Library az nem saját döntés, és itt automatizált tesztelésre nem fektettünk hangsúlyt, mert tényleg ki lehetett tapasztalni azt, hogy hogy működik egy ilyen kisebb program. Ez egy bonyolultabb programnál lenne fontos, hogy legyen automatizált tesztelési tapasztalat, mondjuk Jestben, vagy akár akár ez a Testing library ez se rossz. React Testing Library volt a régi neve egyébként. Látszik, hogy modern verziókat használ, értelemszerűen, mert nemrég készült a projekt, és itt van a gh-pages, ugye a deploy script, aminek segítségével sikerült a GitHub Pages-re feltölteni ezt a projektet, nagyon helyes. És akkor látszik, ez a package.json megfelelően van struktúrálva. Oké, okay, menjünk tovább. Tehát ez volt a package.json. És akkor Látjuk, hogy van egy gitignore fájl, ezt mindenképp javasolni szoktam minden projektbe. Itt most ez egy, ez egy minta alapján készült, és azon kívül, hogy a ds ugye a MacBook, vagy a Mac számít OSX-nél ez, 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 jellemző, hogy az Gitignore-ba tesszük, ott van olyan Node Modules, ne töltsük fel GitHubra. nagyon fontos, ha kezdő vagy, és szeretnél tölteni github a programodat, az gitignorba tedd bele a node Miért? Mert ha nem teszed bele, akkor ott lesz 150 300 megabájtnyi extra program, amit egy egyszerű NPM install segítségével a saját számítógépedre bármikor le tudsz tölteni. Ne ez foglalja az egyébként korlátos GitHub tárhelyedet. A Microsoft se jótékonysági intézvény, és nem fogják tárolgatni a te különböző node függőségeidet függőség, tehát olyan könyvtár, amelyekre építesz. Oké, okay. tehát akkor ennyit erről. Nagyon helyes, hogy van egy publikus és egy source könyvtár, mi a source-ot fogjuk megnézni, a source az a forráskódot tartalmazza, és egyébként hozzáteszem, hogy van egy gh-kötőjel pages nevű ág is, és ez az az ág, vagy angolul a branch, amely ehhez a memória játékhoz tartozik, ezt mind a gh-pages kezeli. Tehát ez a gh-pages amely ugye a GitHub Pages-re feltölti a programodat, az mindig a GH kötőjel Pages ágba tölti fel. És itt még master volt, úgy néz ki, hogy a main való átnevezés az itt Krisztinánál a... nem volt téma, és a... nem volt kötelező itt a GitHubnak se mainre átneveznie, tehát akkor ez most master volt, fogadjuk el. Oké, okay, menjünk a source könyvtárba. Mindig, amikor egy React alkalmazást nézünk, feltételezzük, hogy az index.js-ben nem történik semmi. Ez kicsit olyan, mint egy unalmasabb Dragon Ball rész volt annak idején, mert mindig ugyanaz történik, hogy ez rendereli az appet. Tehát itt ezt nem is kell nagyon megnézni. A CSS fájloknál viszont az történik, hogy mind az indexhez, mind az apphez általában szokott, szoktak rendelni egy CSS fájlt, de úgy látom, hogy itt van egy size.css is, ezt meg lehet nézni, ez szerintem a GitHub, vagyis a Create React ebből jött alapstílus, és még a betűtípus is maradt, de itt a másik a stíluslapnál, a Style-nál már Krisztina stílusai vannak, és ezt a, karrierváltó programból fel is tudom ismerni, hogy egy ilyen minimális reset, ez, ez itt van, vannak ennél szofisztikáltabb minimális resetek is, például a Polarisnak a resetje az nem csillag itt, hanem, hanem a HTML-nek állítja be a box sizing-et borderboxra, és utána pedig minden egyes elemnek a box sizing-et inherit ráállítja. Azért, hogy egy teljes részfát a HTML-ben át tudjunk állítani, ha a box sizing-ot változtatni szeretnénk. De ez mind elméleti fejtegetés, mint az is, hogy a before és after elemeknek a se a margóját, se a peddingét, se a box itt nem állítgatjuk át, még több rész részet átállítja. Kit érdekel, ha egy, ez egy ekkora program, és itt jól működik a stíluslapod is, mert lát látványosan minden oké. Okay. Ha megnézzük, mondjuk más képernyő méreteken látszik, hogy szépen csökken, sőt itt három sor volt, most itt négy sor lesz, van olyan is, hogy, hogy itt uh, három itt négy oszt, igen, három sor volt, itt négy sor lett, három oszlop, itt pedig hat sor és kettő oszlop, és itt egy minimum host azért beállítottunk az alkalmazásnak, mert mégis most ki akar memória játékot játszani 150 pixeles hozban. Annak nincs értelme. Azért egy 300 pixel host azt minimum beállítottunk, most ettől senki se fog a falnak menni, és ez, ez így szépen és jól kiv Szép és jó a kivitelezése. Stíluslapok alapján. Oké, okay. akkor a CSS-t azt, a, ha még észreveszünk, ez még egy tipikus, a, tipikus a, tanulság, amit ugye mindenkinek szoktam mindig mondani, hogy rétegesen építsük fel a CSS-ünket. Tehát, amikor van egy általános stílus, itt vannak a resetek, például, a, és vannak egyéb ilyen. A, stílusok, például a komponenseknek a stílusai. Na most a komponens stílusok azok a komponensekbe mennek, e fölött van még a teljes appnek a stílusa, de az app stílusa az elvileg az egy app.js-be kellene, hogy kerüljön, tehát itt a styles.css helyett én ezt app.css-nek neveztem volna el, ezt támogatná elvileg a Create React App. Egyébként az app.js az egyetlen olyan fő komponens, az egyébként a fő komponensünk, amely nem a components könyvtárban van. A React alkalmazások esetén én mindig szoktam javasolni, hogy a React komponenseinket tegyük külön könyvtárba, akkor, amikor akár több fájl is tartozhat egy adott komponenshez. Tehát itt látjuk, hogy ennyi, egy renge, rengeteg komponensünk van, 9 darab komponens összesen, ebből épül fel egy React alkalmazás. És ez a 9 komponens, ezekhez tartozik egy JavaScript fájl, és tartozhat egy CSS fájl is. És ez fontos, hogy mind a kettő az egy helyre kerül egy könyvtárba. És éppen ezért, ezért van az is, hogy Sokan napjainkban nem külön CSS fájlba teszik a stíluslapot komponenseknél, hanem CSS fájl helyett egy úgynevezett Styled Components vagy CSS in JS megoldást alkalmaznak, amely legenerálja a különböző osztályokat, és az osztályokhoz azokat a rendeli azokat a stílusokat, amelyeket a JavaScript fájlban adunk meg. Ez semmi, Ezzel semmi probléma nincs. Nincs nem vét a separation, of convert, a separation of concerns, azaz a különböző felelősségek megfelelő szétválasztásának az alapelve ellen, mert a felelősségek szét vannak választva, itt az egységünk az mindig a komponens lesz, és ami a komponens könyvtárán belül van, tehát button, component, card vagy akármi más, azok a fájlok -ok, beleértve talán még a képeket is. Tehát ha egy cardnak van egy képe, háttérképe például, azok mindig kerüljenek a könyvtárba. Ez az oka. Na nézzük az app.js-t. Tehát itt a modernebb import-export szintaxist használjuk, mert megtanultuk a b nek a használatát. Látod, ez nyilván nem, nem egy hónap mire egy ilyen programot megírsz, jó? Tehát látod, hogy sok mindent kell tanulni ahhoz, hogy ezt meg tud írni, ez fogadd el, ahhoz, hogy egy ilyen memóriajátékot megírj, ahhoz kell egy kis tanul tanulás. Tehát ez Egyértelmű. Tisztába kell lenni a programozás alapjaival, importtal, exporttal, azzal, hogy CSS-t is be tudunk importálni egy JavaScript-fájlba a B-ből segítségével, meg ahhoz, hogy ilyen különböző funkcionális komponens, functional component, angolul magyarul függvénykomponenseket írunk react azt is meg lehet megfelelően csinálni, úgyhogy ez mind szép és jó. Itt van egy csomó importunk és ezek az importok általában komponensek, illetve css file -t. képet is be tudunk importálni egyébként. Oké, okay. aztán megnézzük, hogy itt a, mi minden történik, tehát az app, mindig amikor egy komponensünk van, azt exportáljuk, az a default export, és ez, ez a, ebben a komponensben sok minden történik, itt van az állapot, ugye a modern állapot alapján, a modern függvénykomponensek. React Hook állapota, ami azt jelenti, hogy ez alatt a változó alatt érjük el az állapotértékét, ezzel tudjuk változtatni az állapot értékét, ez pedig az állapot kezdeti értéke. És minden egyes állapot változónkhoz külön-külön use state tartozik, tehát nem az történik, hogy egyetlen nagy objektumba besűrítjük az összes állapotot, hanem az, hogy az állapotot szétválasztjuk és külön kezeljük. Tehát ez nagyon jó, hogy Krisztina így csinálta, csak gratulálni tudok hozzá. És ezen kívül még az is fontos, hogy láthatjuk, hogy ezek az elemek olyanok, mint a változók egy alapjávasz programban. A React működése teljesen másképp. Az teljesen másképp lehet leírni, mert nem a kezünkben van a kontroll, hogy mikor renderelünk mit, hanem majd a React eldönti, hogy mikor látja ő szükségesnek, hogy rendereljünk, azaz megjelenítsünk valamit, például, amikor klikkelek, akkor itt ezt a kávés ezt felfordítsa. Mit, mitől fordítja fel? Attól, hogy valami változott az állapotban, és azt a React figyeli, és amint figyelte, akkor eldöntheti, hogy a dokumentumunknak csak ezt a részét újra rendereli, és megmutatja ezt a kávésbőgrét. Ez így működik általánosságban. Nyilván itt van még egy ilyen shuffle algoritmus, ezt egyébként Krisztina Google-ről nézte meg, és ezt az algoritmust én láttam is, és működik, és tényleg egyenletes eloszlásban, uniform distribution, tehát ugyanolyan eséllyel jön ki, jönnek ki a, a megkevert lehetőségek, tehát ez is ellenőrizve volt. Aztán elkezdjük a játékot, beállítjuk ugye a különböző állapotokat, ez összesen erről szól, és utána pedig történik egy ilyen use effect. Ahol ezek a függőségek vannak. Na most uh, itt a Use Effectnél fontos, hogy itt történik például egy másodperc számlálás, mert a timert azt be kell állítani, és ezer az azaz 1000 ezred másodperc, azaz egy másodpercenként számlál. Tehát ez mindenképp jó. Aztán utána itt történik a kártyának a felforgatása, és uh, történik itt még nagyon sok minden. Tehát ebben itt most nem megyek bele pontosan, hogy látszik, hogy nem két perc egy ilyen programot megírni. Tehát tényleg, tényleg ez, egy, ez egy hosszadalmasabb munka, és látszik, hogy tényleg minden olyan szépen le lett vezérelve, tehát általában a követelmények elég magasak. Okay? Tehát amikor valaki projektet ad be, akkor ott tényleg felhívom a figyelmet arra, hogy nálam nincs olyan, hogy például felfordít az egy második kártyát, és utána kattint az egy harmadikra, és az is felfordul. Az, az ne. Az már nagyobb hiba. Azt, hogy restartban például új restartolsz most, és akkor ott látod, hogy itt egy kő lesz. Tehát ez a kő ilyen homok és tenger háttérrel egy pillanatra ott felfordult, mert amikor újra kezdted, ez, ez határeset. Okay, tehát ezt már nem vasaltam be feltétlenül, tehát ezt ez Krisztinára van bízva, ha szeretnéd, akkor ki tudod javítani elvileg, vagy akár egy, egy alkalmon meg is nézhetjük, hogy hogyan lehet ezt kijavítani. Ez egyébként nem egy nagyon nehéz dolog, mert amikor újra kezded a játékot, akkor történjen az, hogy ne engedd az új értéket megmutatni addig, tehát addig ne generáld le az új értéket, amíg, amíg vissza nem fordultak a régiek. Ezt, ezt egy függőséggel fában valahogy meg lehet oldani, hogy a set time autoknál set time autoknál beállítasz egy állapotváltozót, hogy addig nem generálhatja le az új állapotot. Vagy akár egy promis szerkezetet is létrehozhatsz, tehát bármi lehet megoldásként. És itt pedig látjuk, hogy ez maga a játéktér, és itt különböző komponenseink vannak, tehát itt van egy modális ablak, ami azt jelenti, hogy így kezdünk játékot, ez időnként megjelenik az oldal tetején. Van egy fejlécünk, egy játékterünk, egy finish részünk, amikor vége a játéknak, és egy láblécünk. Tehát ilyen sorrendben tudjuk nézni ezeket a komponenseket. Tehát megnézzük mondjuk a start modal, módot. Tehát a start modal itt csak egy JSX fájl van, mindegy, hogy JS-nek vagy JSX-nek nevezzük a fájlt, mert mindkettő tudja olvasni a B-ból, és akkor itt látjuk, hogy Hoppá, itt ilyen Make Styles segítségével történnek a stíluslapok. Tehát itt most nincs külön CSS-fájl, hanem a Material UI-nak a stílus beállítója, ez uh, tudja kezelni a különböző betűtípust, meg háttérszint. Mondjuk itt van egy ilyen kisebb hátrány, ha adott színpalettából dolgozol, akkor az be kéne inkább importálni, mint változót, de nyilván ez egy, egy nagyobb programnál lenne fontos. Úgyhogy itt ez, ez semmi gond. Nagyon szép, hogy itt ez egy függvénykomponens, ugye függvény használatával. Itt most úgy döntöttél, hogy először létrehozod a változó nevet, ugye a függvényt, és utána exportálod a végén. Ez is nagyon jó, és itt nagyon szép, hogy destruktúrálást használsz arra, hogy a Propokhoz, tehát a, a szülő szülőkomponensből kapott Start Model és Handle Game start -hoz hozzá tudj férni. Itt ugye Start Model, Handle Game Start, ezekhez a változó értékekhez tudsz hozzáférni. És amikor ezek a propok a szülőben változnak, akkor, akkor itt is újra renderelődhet ez az elem, ha React úgy dönt, hogy valami változott. És akkor itt látszik, hogy van egy dialógunk, Dialog Title, Dialog Actions, tehát ezeket mind a Material UI-ból sikerült beimportálni, és ez nagyon szép, hogy vetted a fáradtságot, hogy átnézted a Material UI-t, és tényleg jól tudtad használni, mert be tudtad állítani ezeket az elemeket, és nem csak egy egyszerű bootstrap stílus aktál rá, amit egyébként szintén lehetne. Tehát ehhez is csak gratulálni tudok. Oké, akkor ez megvan, ez a Start modul, és utána jön a Header, tehát a Header Component, ez itt van. Itt is nyilván csak egy JSX fájlunk van, és nézzük akkor a JSX fájlt, ez a fejléc, és ez is külön szép, hogy ugye beszéltünk órákon a style, meg, megemlítettem a styled components -et. tehát ez egy lehetőség arra, hogy a JavaScript-be tegyük a CSS-t. De ez azért jó, mert a CSS maga csak erre a komponensre vonatkozik, és semmi másra. Tehát itt van egy game timering, például ez a komponens, és ennek a game timernek itt vannak a stílusai. Ez egy nagyon szép modern változat arra, hogy a cél, hogy a adott komponenshez tartozó stílus az egy helyen legyen, és ez tényleg így szép és tartható. Ha meg valaki külön változóba szeretné tenni például ezt a szint, meg lehet tenni, mert ez, ez egy template literal. Tehát itt bármikor meg lehet csinálni azt, hogy megmutatom. Itt van például. A, mi az a st, mint stílus, akkor itt van ez az elem, és ha van mondjuk egy változónk, ahol valami szín van, mondjuk ffcab0, akkor simán meg lehet tenni azt, hogy mondjuk itt most nincs color, de hozzá tehetek egyet, background color, kettős pont, itt a dupla idézőjeleket is betesszük, és dollár nyitó záró, napcsos zárójel, és ide érük, hogy color. És akkor tessék, megvan. És ezt például egy külön könyvtárba lehet tenni. Nagyon, nagyon, könnyen meg lehet oldani ezt is, hogy például, ha van egy közös színpalettánk, akkor ezeknek a megfelelő változóit létrehozzuk. Vagy akár CSS változókat is létrehozunk, hatunk ugyanúgy, hogy van egy CSS fájlunk, és akkor itt valami CSS változó név. Van, és a varba kell tenni, úgyhogy ilyet is lehet csinálni akár. Tehát ez, ez mind szép és jó, ez, ez mind működik végül, úgyis a CSS-be kerülnek ezek az értékek. Úgyhogy ez is egy igényes megoldás volt. Nem elégettél meg azzal, ami a minimum követelmény, hogy létrehozol egy CSS fájt és azt beimportálod, és a komponens stílusait teszed oda, hanem Működésre bírt azt a egy komponenset, hogy, lát, hogy meg, megmutasd mindenkinek, hogy modern, valódi, modern technikákat is tudsz használni. Mondjuk ez, ez igaz több mindenre, tehát a magá, magán a kódon is lehet látni, hogy ez nem egy ilyen 2015-ös tanfolyamból lelesett valami ilyen kis alapprogram, amit esetleg valahonnan bemásoltál, hanem ez tényleg a te munkád. Tehát ez uh, külön. Jó, oké, akkor ez megvan, menjünk a Gameboardra. És a Gameboardnál már történnek egyéb dolgok is, mert itt uh, vannak más komponensek is. Szintén Style components alapján játszunk, tehát itt nincsenek külön CSS-ek, van egy csomó propunk, és a Gameboardon belül pedig uh, itt a különböző kártyákat tudjuk renderelni, tehát ehhez kell egy card komponens is, és itt az a fontos, hogy van egy handle flip függvény. Ez a handle flip függvény, ez honnan jön? Hát onnan, ahol az app van, tehát handle flip. Látszik, hogy handle flip egyenlő handle flip. És miért kell az appből a gameboardba, és a gameboardból pedig a cardba a handoff et továbbadni? Hát azért, mert itt van, itt van a centralizált, központosított állapot. És ezt az állapotot manipuláljuk. Tehát magának a handoff flipnek itt kell lennie, mert itt tud hozzáférni az állapothoz, feltéve, hogy nyílfüggvényt vagy kontextus kötést, context Binding-ot használsz. Tehát az a bind. Tehát az a nyílfüggvény ezt magától megcsinálja, ezt is tanuljuk. Szóval itt látható, hogy ez is szépen meg lehet oldva, ugyanúgy, mert, mert bár úgynevezett prop drillinget, azaz prop tulajdonság lefúrást használsz, ez furcsán hangzik, de tényleg ez a, ez a terminológia, de egy ekkora programnál, ahol, ki, ahol kettő mélység van, ez itt nem csak hogy megengedhető, de ajánlott, ne bonyolítsuk már túl a kódot ott, ahol nincs szükségre elhisszük. Tehát én, ha ezt látnám ezt a kódot, mondjuk látom is, és mondjuk itt nem, nem egy mentor-tanítvány viszony lenne, hanem egy például leendő munkaadó és jelentkező, akkor én ez alapján, a kód alapján elhinném, hogy a jelentkező képes megtanulni a Redux-ot, ha mi éppen azt használjuk, de én még azt is, hogy, azt is elhinném, hogy képes megtanulni akár az angular is idő kellene neki, mert tényleg nincs tapasztalata, akkor akkor időmire megtanulja az angular -t. de ha valamit letettél az asztalra, és ez a projekt olyan, hogy letetted ezt az asztalra, akkor más projektebe is bele tudsz tanulni, és ez fontos. És mennyi haladó technika van már benne, tehát ezt megérteni nem egy-két perc, ezt nem győzöm hangsúlyozni. Nagyon sok bootcamp végzettet láttam például, akik német bootcampról jöttek, 11 néhány hét alatt úgy döntöttek, hogy ők megtanultak programozni, és jönnek jelentkezni, és hozzák a kis füzetüket, hogy hát ha az interjú kérdéshez nagyon hasonló programot írtak meg, aztán lapozgatják, és nem találják a megoldást, mert én nem arra vagyok kíváncsi, hogy ezt megoldották-e korábban, hanem arra, hogy tudnak-e gondolkozni. És itt Krisztinán látszik, hogy ő tud gondolkozni, és, me és meg tudja oldani ezeket a feladatokat, amelyek már mert ugye mindennek az alapja. Ha ezt érted, akkor tovább tudod fejleszteni a tudásodat és akkor tudsz Redux-ot is, meg sok minden más is megérteni. Nem kell mindenhol Redux-ot használni egyébként, ezt nem azért mondom, hogy kellene. Itt például nem is kell. Oké. Okay. És akkor látszik, hogy tehát tényleg itt class name egyenlő, tehát ugye itt az osztály, az osztály listáról van szó, itt még, itt még egy, egy extra értéket is, is, beteszel, függően attól, hogy most fel van fordítva, vagy nincs felfordítva. Tehát ez, ez, még külön itt megoldottad, és itt még a kontextus kötésre is figyeltél, illetve arra, hogy, hogy itt az indexet hozzáadjuk. Mert a kártyáknak van indexük. Ugye itt ez, a, ez egy nagy map kifejezés, és innen jön az index. És még ezt a szerkezetet is milyen szépen, hát, jó, én értem, nem mindenki fogja érteni, de milyen szépen destruktúráltad. Ugye ez egy, ez egy, ez itt van, van, az elem, amelyben van egy img tehát kép és egy id, és az index az pedig a mapnek mindig a, más, a map függvényének, a függvény argumentumának mindig a második argumentuma. Úgyhogy ez, ez, is benne van. Látszik, hogy itt is, itt is sok megfontolásba került, mire ezt, a, mire ezt valaki elsajátítja ilyen szinten. Tehát itt van a game time, azért mutatok egy-két egyéb komponenst is, a button komponentet is. Annyit mondanék erről hogy button komponent, én nem tenném ki a komponentet, mert a components könyvtárban van. Tehát itt mindig, amikor elnevezünk, mi azt tanuljuk az elnevezésekről, a változók elnevezéséről, hogy mindig tökéletesen legyen deszkriptív, azaz leíró, hogy tökéletes, amennyire csak lehet tökéletesen írja le azt, amiről szó van, de a leírások közül mindig válasz a legrövidebbet. És itt a komponent nem ad már hozzá semmit a névhez, mert úgyis a komponent könyvtárban van, nem? Tehát ezért ez, ennek ez az oka. És akkor nézzük még, itt van a finish, és a footert a legvégére teszem. Oké, akkor megnézhetjük ezt a gametime.jsx-et, tehát itt az időformatálása szintén, Meg van ugye percre, másodpercre, itt az időméréséről van szó, és uh, itt is ugye timer row, button row, button component, ugye itt vannak a gombok, hogy mikor kezded újra például a programot, oké. Akkor menjünk tovább a gombra. Tehát itt nyilván ez Material UI-on alapul, de azért van egy ilyen kis csomagoló komponens, és ez a csomagoló komponens tight komponenssel megfelelő stílusa van alakítva, méghozzá Media Query-vel együtt. Ugye itt ez egy Mobile Last stílus eset, esetleg azért, mert itt MaxWidth van, tehát a nagyobb képernyőn így néz ki, kisebb képernyőn meg így. És akkor itt megint nincs semmi különbség, hanem egyszerűen csak a stílusokat, tehát a Make styles és a Style components együtt használod. Oké, okay. nézzük a Finished, tehát ez a játék vége. Itt már sok mindenre nem tudom felfinni a figyelmet, esetleg az, hogy igen, a JavaScript-ben ez nem hiba ez a vesző, hanem ez egy, ez nem bug, hanem feature, ez egy, ez egy, ez arra van ez a vesző szándékosan, hogy amikor több sorban vannak az elemek, egy lista például, akkor ha be akarsz szúrni egy új elemet, akkor a változtatás csak abban a sorban jelenjen meg, ahol írod, beírod mondjuk a Dialog Content Text és a Dialog Title közé mondjuk egy Dialog New vagy akármi mást, akkor csak az az egy sor jelenik meg, mint változtatás, és csak ott kell kitenned a vesszőt, máshol nem. Milyen rossz az, hogy itt például lefelejtenéd a vesszőt, vagy nem lefelejtenéd, hanem direkt nem tennéd ki, aztán utána, amikor a button mögé teszel valami más, egy másik változód, akkor nem teszed ki elé a vesződ, és akkor ott a hiba. Nyilván ez csak pár perc, mire megtalálod, de akkor is ez jó, hogy ide van írva. És ez ebben szintén látok szándékoságot, mert tanultuk. Dialog, okay. dialog title, dialog content, oké. Okay. És uh, látszik, hogy... Megfe nyilván megfelelő módon kell ezeket a dialógus ablakokat uh, létrehozni, ugye ez attól függ, hogy a Metro UI hogy akarja, ezt a dokumentációban le tudod lesni, és ki tudod tölteni a különböző propokat a megfelelő értékekkel, és itt ez történt. És akkor jön a lábléc, itt nem számítok sok mindenre, egy copyrightra, itt mondjuk a neved ott lehet, vagy akár más, és a megfelelő stílusok, itt csak ennyiről van szó, és akkor uh, tulajdonképpen végigmentünk a komponensek nagy részén. Most lehet, hogy egyet kihagytam, de, de itt nagyjából látható, hogy, hogy uh, milyen erőfeszítése van szükség ahhoz, hogy egy ilyen projektet megépíts az elejétől a végéig. Ugye az alapelvek azok, hogy az állapot centralizált, itt van a fő komponensben, és az összes többi komponens az gyakorlatilag csak arról szól, hogy kiszolgálja a fő komponensnek az állapot és megjeleníti, ha valami változott. És ha például egy kártyára kattintunk, ugye egy al például ide kattintok, akkor az úgy történik, hogy a fő komponens az eseménykezelő függvényt az odaadja a beágyazott komponenseinek, amelyek továbbadhatják például a kártyának, tehát a kártyalista továbbadja a kártyának, és amikor klikkelsz, akkor a kártya, eseménykezelője meghívja ezt a függvényt, és az a függvény, az a fő osztályban, ugye ott hoztuk létre ezért ott, létre, ezért ott, hozzá tud férni a fő osztálynak, tehát az appnek az állapotához. És így tudjuk megváltoztatni az állapotot. Amint az állapot megváltozik, akkor a React automatikusan újra rendereli, tehát megjeleníti a változtatásokat. Ez ennyiről szól, és ez, ez egy nagyon, nagyon jó megoldás, el is terjedt a React, ha minden igaz, még mindig a legnépszerűbb JavaScript, hát könyvtár, könyv, keretrendszernek nem mondanám, feltétlenül, bár egyre inkább az, mert már van egy megfelelő módszer, ahogy, 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 ahogy kezeli nekünk a programot, és itt, itt már az állapot kezeléséről is szó van. Tehát már, már akár, akár frameworknek és az keretrendszernek is lehetne hívni, ha nál, mert nála van a kontroll, nagyon sok minden, nagyon sok szempontból és itt az állapot kezeléséhez már nem kell valamilyen külön architektúrát alkalmazni, mint például a Flux architektúrán épülő egyetlen store-ral, azaz egyetlen ilyen tárolóval rendelkező redux -ot. Nem kötelező már ide tennünk, mert vagy központosítjuk az állapotot, és akkor működik az egész, és a React végzi a dolgát, vagy ha nem, akkor használunk kontextust. A Context API-t szintén tanultuk, az szintén egy működőképes lehetőség, egy ekkora programhoz viszont nem muszáj. Oké, okay, akkor ez volt az elemzés, még egyszer gratulálok a programnak az elkészítéséhez, tehát profi munkáról van szó, és látszik, hogy mennyi energia volt a részedről az, hogy a nulláról, tehát szó szerint a nulláról eljutsz egy ilyen szintre méghozzá kevesebb, mint egy év alatt. Mert jóval kevesebb, mint egy évről van szó, ugye? Tehát. Mondjuk egy olyan. 7 hónap, 8 hónap, ki tudja. Tehát jó, jóval kevesebbről van szó, és innen már csak az, ugye az a következő lépés, hogy valamilyen API megoldást is keresel, ahol egy szerverrel kapcsolatba lépsz, és akkor egy olyan programot írsz, vagy ha nem egy olyan programot szeretnél írni, akkor azt is meg lehet csinálni, hogy te magad írod meg a szervert, és akkor a szerver dolgozik a klienssel. Voltak ilyen munkáink is, de nyilván nem mutathatom be mindegyiket. Például az egyik program, amely kész, elkészült a karrierváltó program keretében, az, hogy keretein belül, az azért is titkos, mert konkrétan pénzt termel a tulajdonosának. Tehát konkrétan az történik, hogy egy bizonyos API-okat lekérdez, és uh, amikor jó lehetőségeket lát, akármilyen piacon, akárhol, akkor beavatkozik, és uh, termeli gyakorlatilag a pénzt. Nyilván ebben van egy rizikófaktor, de ez a rizikófaktor ez, ez nyilván menedzselhető. Tehát ilyen dolgokban is lehet gondolkodni. Oké, okay. ha te is szeretnél hasonló programokat írni, akkor mindenki iratkozz fel a csatornára, törzs ki a tesztünket, nem baj, ha nem éred el a 70-80-90 pontot, az se baj, ha nem éred el az 50 pontot. Tehát volt erről a videónk. Lényeg, hogy a saját tempódban haladsz, és egyre javulnak a képességeid. Oké, okay? tehát ne félj a tesztől, Mi nem küldünk el senkit, hogy te, neked nem való a programozás, esetleg csak a, csak a karrierváltó programban történik az, hogy Amennyiben tényleg látszik, hogy nem neked való, és a prémium támogatásnál látjuk, hogy nem tudsz élni a támogatással, akkor, akkor történhet az, hogy esetleg előtte ajánlunk valami mást, és akkor a prémium támogatás helyett ugye, mást csinálsz, és uh, akkor, akkor uh, nyilván ez egy későbbi fokozat lesz a fejlődésedben, amennyiben igényled de akkor, akkor, nem kezdhetünk bele a prémium támogatásba, mert nyilván, ha valaki például nem ismeri az ABC-t, mert mondjuk négy éves vagy, vagy három, és még nem, nem tanultad az ABC-t, akkor nem fogunk beiratni angol irodalomra. Tehát ez valahogy, valahogy így néz ki, bár a prémium támogatása nem az angol irodalom szintjétől indul, amennyiben mondjuk négy évesekhez hasonlítjuk, hanem, egy, hanem jóval, jóval alacsonyabb szintről, és a legtöbb tanulónk nyilván ö, tud haladni a program, a program segítségével. Tehát ez külön, külön jól néz ki, hogy, hogy ö, sokszor, még, sokszor még problémák, elakadások sincsenek, mert ami kérdés van, azt egyébként mi beépítjük a programba. Nem mindet, mert van, ahol a kérdés annyira speciális hogy ez nem segít a többieknek, csak összezavarna. De nagyon sok gyakran felmerült probléma már benne van a programunkban. Tehát ez, ezért van, hogy nyilván sokszor akár önállóan is el tudják kezdeni sokan a programot. Mi a bizonyíték erre? A két programozás karrier kihívásunk. Tehát ugye az első a weboldal építés, és a második tehát a HTMLCS-es JavaScript az első, WordPress a második, többen beküldték már, méghozzá elég sokan beküldték. Oké, okay. akkor ennyi erről a videó, erről a projektmunkáról, még egyszer gratulálok hozzá, és sok sikert kívánok mindenkinek, aki, aki hasonló projektet szeretne beküldeni, úgyhogy mindenképp érdemes programozni, minél jobb alkalmazásokat írni. thank you